Hello, Bello, sziasztok! Balázs vagyok, és ismét egy rövid beszámolóval érkeztem, amiben szeretnék nektek bepillantást adni abba, hogyan varázsoltam el a Kelemen Kabátban zenekart. Nagyon örültem, hogy a csapat megengedte, hogy pár kisebb trükkel szórakoztassam őket, az első mutatvány pedig nem mással, mint a kiváló DJ-vel és producerrel, Jumo Daddy-vel csináltam. Most arra kérek, hogy körülbelül egy mellkas magasságba tedd fel. Mint ahogy szintizni szoktam. Egy mellkas magasságba, és igen. Gondolj az egyik kezedre a kettőből, jó? Igen. Az egyik kezedre gondolj, és ezen a kezeden, amelyikre gondoltál, egy icipicit így mozgasd meg az ujjaidat, jó? Ezen a kezeden, tedd rá a lábadra, tartsd ott, jó? A másik kezedet szorítsd ökölbe, és nyújtsd ki így előre, jó? Így ökölbe szorítva. Aha. Most az én kezem is kell a trükkhöz. Filsznek leveszem a kupakját, és rajzolok ide a tenyeremre egy icike-picike kis X-et, jó? Odaadom addig a filcet, beteszem, csak nem akarom, hogy összefilcezzem magam, csak hogy nem mutyizok vele valamit. Nézzétek nyugodtan, a következő fog történni, megfogom, képzeld el, amit most mondok. Képzeld el azt, hogy ezt az X-et, mint egy ilyen matricát, mint egy igazi kis matricát, így megpróbálom így lecsípni innen. Ide jövök a kezedhez, nem érek hozzá, csak így rámorzsolom egy picit. És arra kérek, hogy az egyik kezed ott volt len. Igen. Mutasd meg, hogy nem történt vele semmi. Ugye, de ez a kezed, amit ide tettél, nyisd ki, nézd meg. Azt a mindenit, bassza meg, gyerekek! Hát eddig tudtam, hogy mi legyőzete, hogy nem van, de így már aztán végképp semmi. Ezután szerettem volna bemutatni egy másik trükköt a régi nagy kedvenceim közül. Hogy egyetlen egy lapot, ami szimpatikus, bármelyiket vedd ki. Aha, vedd is ki, mutasd meg a többieknek, jó? Nem tudom, hogy kerül ide. Megvan? Igen. Jó? Igen, megvan. Egy ágy szeretnék hallani, bármelyik. Tedd csak be a kártyát. Picit visszakeverem a csomagba, hogy izgalmasabb legyen a játék. Kicsit megkevergetjük, de végig követhető módon, hogy... Teljesen követhető az egész. Oké, okay, oké. Okay. Az lényeges. Tehát no. Pókerezni is így szóval. Amikor nyerek, akkor így. És valahogy meg kell találni a kártyát. Próbáljuk meg azt, hogy először csak arra kérlek, hogy... Nem vagy kitiltva ilyen kaszinókból? Egyelőre még nem. Egy lapot, mindegy, amelyik szimpatikus, egyet vegyél el, tök mindegy melyiket. Vedd el, bátran, az jó lesz? Az volt a kártya? Az volt. Nagyon jó. Nagyon jól csináltak. Írjuk alá, jó? Tényleg megint, nyugodtan. Vagy itt a... Bátran egy... Ezt tarozzál, írd alá. Bármi egy ízé kis jelölés, tök mindegy. Aha, és egy nagyot fúj rá, léci, hogy ne megszáradjon a festék. Aha, az a lényeg, hogy ne nagyon mosódjon el. Szuper, oda is adom, és a következő lesz, együtt fogunk egy picit bűvészkedni, jó? Kicsit megkérhetlek, hogy segíts benne? Jó. Annyit kérnék, hogy tartsd a tenyered, kölcsön fogom adni a mobilomat, jó? Beteszem ide a kezedbe, tedd rá a másik kezed, így kell tartani, jó? Nehogy eltűnjön a mobil. Fél óra az egész. Amit most láttok, az elég fontos. A kártya az aláírásoddal ott van, ugye? Igen, igen. A telefon pedig már itt van. Most egy picit majd együtt kell bűvészkednünk, jó? Tedd vissza bárhova a pakliba a kártyát, szúrd be, ahova neked tetszik, tök mindegy. Tudd be a többi közé, azaz, tök jó. Egy kicsit megkeverem, de a lényeg, hogy utána te és én együtt elkezd számoljunk háromig. És mire te és én egyszerre kimondjuk azt, hogy három, a kártyalap, amit kiválasztottatok, és aláírtál az előbb, vagy hát így mondjuk azt megjelöltél, meg fog jelenni itt a kezében a telefon alatt. Ne, akarod megnézheted, hogy még nincs ott a telefon alatt. Még nincs ott semmi, csak a telefon, ugye? Semmi, ugye? Kezdjük el, háromig kell velem számolni. Próbáljuk meg. Egy, kettő, három. Nézzük meg. Alatta. Kicsit erősebben koncentráljunk, jó? Próbáljunk ilyen Uri Gelleresen küldjük az energiát. Egy, kettő, három. Nyisd ki. Néha előfordul, hogy annyira erősen koncentráltok, képzeld el, hogy a telefon alatt nem jelenik meg semmi, viszont itt benne a telefonban, az aksinál, az aksi alatt itt megjelenik egy kártya, de kérlek hajtogass szét, hogy ez nem akármelyik lap, hanem hogy te az előbb aláírtál. Azt a kurva! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Hát ennyi lett volna ez a rövidke beszámoló, a Kelemen Kabátban csatornát betettem a leírásba, hallgassátok őket. Ha pedig szeretnétek további mutatványokat látni tőlem, iratkozzatok fel a csatornára. Én nem sokára ismét jövök, sziasztok!